Az U19-es válogatott a világbajnokság egyik nagy esélyesével, Norvégiával játszott a csoportmérkőzések utolsó körében az érdi sportcsarnokban. A fehérmezes magyarok a találkozó elején még fejfej mellett haladtak a vendégekkel, ám az első játékrész közepére már 5 gólos hátrányba kerültek. Ám faluvégi Rudolf vezérletével sikerült lefaragni ebből a különbségből, így a szünetre 13-16-os eredménnyel mentek a csapatok. A pihenőről visszatérve a fiúk felpörögtek, és Borbé Ádám nagyszerű védéseinek köszönhetően felzárkóztak egy gólra. Az esély megvolt a fordításra, ám jött a kapkodás, a koncentrációs hibák és az eladott labdák sora, ami meglátszott az eredményjelzőn is. És bár Kovács Péter együttese az utolsó percig partiban maradt a skandinávokkal, végül 23-26-ra alul maradt a vendégekkel szemben. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon kemény folytatás vár a magyar gárdára, mivel csoport elsővel kell megküzdenie a nyolcaddöntőben.